tavalyi esztendőben ugye kiépítésre kerültek, megépítésre kerültek azok a menekülő ajtók, ami ezen a homlokzati falon 5 darab, illetve hát a bejárati ajtóknak az átépítése, ami ahhoz kellett, hogy 800 fő egyidejű kimenekítéséhez szükséges feltételeket meg tudjuk teremteni. Ugye ezek úgynevezett pánikajtók, tehát ha esetleg valami baj lenne a rendezvény területén belül, akkor ezek gyakorlatilag egy mozdulattal nyithatók, és 800 ember a jogszabály meghatározott időn belül el tudja hagyni a belső helyiséget. Ugye a fizikai kiépítés megtörtént, az elektromos kiépítés, ahogy említettem, az is folyamatban van. Egy saját akkumulátoros rendszerrel fogjuk a irányfényeket kiépíteni annak érdekében, hogy ha áramszünet vagy bármilyen esemény van, akkor is meglegyen gyakorlatilag a tájékozódási pontja azoknak, akiknek az ott esetben a helyiséget azonnal el kell hagyni. Az elmúlt esztendőben többször számolhattunk már be azokról a munkálatokról, melyek a Kalász János városi sportcsarnok felújításáról szóltak. Az intézmény gyakorlatilag teljes kihasználtsággal működik, és az elmúlt 30 évben keveset költöttek a korszerűbb tételére. Az elmúlt két esztendőben azonban a lehetőségek adta keretek között modernizálódhatott a küzdőtér és a befogadó helyiségek. A város életében nagyon fontos szerepet tölt be ez a létesítmény, hiszen amellett, hogy mint sportlétesítmény kiszolgálja az oktatási intézményeknek a sportfoglalkozásait, szakköreit, kiszolgálja gyakorlatilag a Bátaszéki Sportegyesület keretében működő szakosztályok tevékenységét, egyéb feladatokat is ellát, hiszen rendezvénytérként is funkcionál. 2018-ban kezdtük meg egy nagy átfogó felújítás keretében a létesítménynek a megújítását, hiszen 1983-ban épült. 20 millió forintot nyertünk a központi költségvetésből, és a város ezen felül még közel 46 millió forintot biztosított a tavalyi esztendőben a létesítmény felújítására, amelyben a padozat megújult, többek között a küzdőtér padozata és egyéb felújítási munkálatokat végeztünk, melyet ebben az esztendőben is folytatni kellett, hiszen felújítottuk gyakorlatilag a csarnokon belül a térelválasztó függönyöket, és itt a nyár folyamán mintegy 7 millió forint értében végzünk még egyéb felújítási és karbantartási munkákat, hiszen a homlokzat megújult az elmúlt napokban, de a rendezvények megtartására szükséges menekülő útvonalak fizikai kialakítása is meg fog történni. Az elektromos kialakításokat is megtesszük, hiszen a terelőfényeket is biztosítani kell a csarnokon belül. Az aula padlóburkolatát újítjuk még föl ebben az esztendőben, és hát maradnak még feladatok a 2020-as esztendőre, hiszen egyik öltöző felújítása is még indokoltá válik. Így összességében azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakot figyelembe véve, hát közel olyan 80-90 millió forint körül összeg került ráfordításra a Kalász János városi sportcsarnokra, mely mindenképpen szükséges volt, hiszen a város életében, mint említettem, nagyon fontos szerepet tölt be. Attól, hogy korszerűbb, még méreteit és kihasználtságát tekintve, már kicsi a városi igényekhez mérten a csarnok. Arra, hogy saját forrásból bővítse, nincs forrása az önkormányzatnak, ez messze meghaladja a lehetőségeinket, mondta Bozsolik Róbert. Maga a csarnok ezt a megnövekedett sportolási igényt nagyon nehezen tudja már kiszolgálni. Már gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne bővíteni a sporttereket. Tervek is készültek az elmúlt esztendőben egy hozzáépítésnek a lehetőségéről. Hát ezt viszont központi segítség nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani. Ennek ellenére a bátaszéki karatésok sikeres nemzetközi szereplése után Nagy Ákos vezetőedző kapta a feladatot a magyarországi Európa-bajnokság megszervezésére. A hírek szerint a Karate Szövetség támogatna egy önálló edzőterem kialakítását is, amire bátaszék is kapható. Így várhatóan önálló létesítménye lesz a bátaszéki karatésoknak.